Hatalmas a tömeg a tavalyi szekszárdi szüreti napokon, több mint 70 ezeren fordultak meg a Tolnai megyeszékhelyen. A helyi pincészetek és a szekszárdi borvidék éves rendezvénye azonban idén valószínűleg ebben a formában a koronavírus járvány miatt elmarad, bár egyelőre nincs hivatalos döntés ebben. Ha ez így lesz, a két hónapos leálláson túl nagy bevétel kiesést jelent a borászatok és vendéglátósok számára, ahogy az is, hogy a ballagásokat, esküvőket eddig nem lehetett megtartani. Ezért, amint a kormány enyhített a korlátozásokon, kinyitottak az éttermek, pincészetek, és több rendezvényt szerveznek a tulajdonosok, amire, úgy látják az előzetes regisztrációk alapján, hatalmas az igény. Ez lesz a hivatalos nyitó rendezvénye borvidék turizmusának. Csillag Sándor, a Lajvér borbirtok rendezvényeiért felelős vezető, a pünkösdi hétvége szekszárdi rendezvényeiről beszél. Bár a pünkösdi fesztivál elmarad, a pincészetek kinyitnak és fogadják a vendégeket. Lesznek olyan napok, amikor többen fognak jönni, talán a legkiemelkedőbb a szombat, illetve a vasárnap lesz. Igyekszünk limitálni úgy a létszámot, hogy a rendelkezésre álló belső több száz négyzetméteres területünk, illetve hál' Istennek a külső több ezer négyzetméteres területükön úgy tudjuk elosztani a vendégeket, hogy a megfelelő védőtávolságot tudjuk tartani. A bondri pincészetnél is nagy a sürgésforgás. Nem kellett visszavenniük a dolgozókat, mivel el sem küldték őket. Gőzerővel készülnek a hétvégi és a pünkösdi rendezvényekre. Sokan érdeklődnek ezek iránt, ráadásul már nem csak kint, hanem bent is tudják fogadni a vendégeket. Ezért is gondolkodnak egy boros rendezvény szervezésében Szekszárd főterén, amennyiben elmarad a szekszárdi születi napok, de ez egyelőre csak egy terv, mondja Bodri István. A születnapok, hogy lesznek, vagy nem lesznek, azt nem tudjuk még, de mi szeretnénk, ettől függetlenül nem is lesz egy születnap rendezvény. Sokat szeretnénk nyitott pincéket és egy borudvart csinálni a főtéren, de ez még terve van, a borászok tervébe van, nem tudjuk, hogy sikerül vagy nem sikerül, de ha ez nem lesz meg, akkor is minden pince szerintem nyitva lesz, és ilyen pünkösdi hétvégés nyitott pincét csinálunk az őszi hétvégén is. A pincészeteknél a tavalyi forgalom 70-80%-ára számítanak az idén.